két részből tevődik össze az a kiállítás, melyet a Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hozott el Sátoraljóújhelybe a múzeumba. A tálat egyik részében azok az alkotások láthatóak, melyel az oktatási intézmény már Strasbourgban is jár. A kiállított anyag másik részét azok a művek képezik, melyet a nyelvújító születésének 250. évfordulójára készítettek el az iskola művészetoktatásban résztvevő diákjai. 250. évforduló kapcsán jutott eszünkbe a gondolat, hogy Kazinczy életének, utolsó évének lakóhelyéhez minél közelebb rendezünk egy olyan kiállítást, megmutassuk, hogy mit tudnak a diákjaink az iskola falain kívül is. Ugyanis mi gondolkodtunk azon, hogy milyen kapcsolódási pontok lehetnek Kazinczy munkássága és az iskola munkássága között, és kevesen tudják azt, mi tudjuk, hogy Kazinczy azért képzőművészettel is foglalkozott, rendkívül sokoldalú volt, mindahogy sokoldalúak a mi gyerekeink is, ebből a kiállításból is látható. Az oktatási intézményben 7 éve indították el a művészetoktatást, a jelen tálat ennek a 7 évnek a munkája. A Kazinczyról készült alkotásokat a tanulók tanáraik segítségével készítették. Először nekünk kellett fölkészülni, hogy azokat a ábrázolásokat, amiket fönnmaradtak Kazinczyról megkeressük, és ebből próbáltunk hiteles képet mutatni a gyerekeknek. Maga, hogy rengeteg ábrázolás maradt fönt róla, és fő Kazinczy Ferencről, ez fogta meg legjobban őket, és hát azt hiszem, hogy elég sokféleképpen adták vissza azt a képet a saját módukon, amit mi reprodukciókon eléjük tártunk. Fehér József, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója elmondta, hogy a gyerekek kiállításai színesíti azon rendezvények sorát, melyet a 250. évforduló alkalmából rendez meg ebben az évben a múzeum. Nagyon fontos a tudományos konferenciák, látványos rendezvények mellett az, hogy a gyerekek szerepeljenek, ismerkedjenek a nagyíróval. A kiállításon többféle technikával készült alkotások láthatóak, itt tűzománcok, grafikák, linómetszetek.